29 első és másodéves vajdasági magyar hallgató részesül a Magyar Nemzeti Tanács és Magyarország Igazságügyi Minisztériumának jogász ösztöndíjában. Nagyon sok segítséget jelent valójában a jogász ösztöndíj, megkönnyíti a mindennapi életet, ugyanúgy lehetőséget ad arra, hogy szakmailag is továbbfejlesszem magamat, különböző konferenciákra utazzak el, esetleg valami külföldi továbbképzésen is részt vehessek. Az évi 1 millió forintnak megfelelő összeg a fiatalok itthontartásához járul hozzá. Idén harmadik alkalommal hirdetik meg az MNT ösztöndíj programjának részeként a joghallgatók támogatását. Azt látjuk, hogy ez egy valamilyen formában egy hiány szakma, és az elkövetkezendő időszakban rengeteg olyan intézményünk van, iskolánk és egyéb más olyan intézmény, amelyben fontos az, hogy ilyen szakembereket helyezzünk el, úgyhogy ennek a programnak ez a célja. Most 29, jelen pillanatban 29 olyan jogász hallgató van, akik első és második évfolyamra járnak, és abban bízunk, hogy ebben az évben is több mint 10 legalább be fognak iratkozni, és ezt a pályát fogják választani. Azok a fiatalok, akik a jogi pályát választják, a jogász utánpótlást jelentik, emelte ki a rendezvény házigazdája dr. Pásztor Bálint egyetemi docens. Az anyagi támogatás mellett szakmai előadásokban is részesülnek a hallgatók. Közösséggé szeretnénk őket kovácsolni, éppen ezért szervezünk előadásokat a számukra, és hát az érdeklődő közvélemény számára is. Váradi Tibor, Vékás Lajos akadémikusok után Trócsányi László professzor úr tartott nekik előadást, és ezt a sorozatot szeretnénk folytatni a jövőben is. Dr. Trócsányi László a magyar és az európai jogásztársadalom egyik legnagyobb tekintélyű jogtudósa, Magyarország korábbi igazságügyi minisztere, nagyban hozzájárult a vajdasági jogász ösztöndíj program elindításához. Azt mondja, bízik abban, hogy a joghallgatók a vajdasági magyar közösséget szolgálják, valamint tartják a kapcsolatot az anyaországgal. Mi ehhez minden támogatást készek vagyunk megadni, mert rendkívül fontos, hogy olyan jogászok legyenek itt a délvidéken, Hajdaságban, akik magas színvonalon ismerik a jogtudományt, és a polgároknak és a vállalatoknak valóban hasznos tanácsokat tudnak majd adni az életben. A szakmai előadást a Magyar Nemzeti Tanács szervezte.